Szóval egy a történelem által hihetetlenül megviselt hely, így több száz éve megviselt szituáció 14-szer pusztult el, így dokumentáltan a város. Ez azt jelenti, hogy a lakói is elhagyták. Nincs se történelmi, se kulturális folytonosság, amihez építészként hozzá lehetne tenni a saját gondolatainkat. És én legalábbis úgy élem mindig meg ezt a helyzetet, hogy amit építünk, az mindig gyógyítja az épp jelenlévő zűrzavart vagy káoszt. És ez nem stílus sokat, vagy építészeti formai gesztusokat jelent, hanem minden szempontból a városszövetet, az emberek gondolatát, az utca vonalat kell gyógyítani, hogy az a sérült, szakadozott mondjuk kulturális szövet, ebben minden belefér, az épp legyen, szép legyen, ez így együtt jár. Egy ilyen vidéki élet, az abba különbözik szerintem mondjuk egy nagyvárosi építész életétől, hogy sokkal több mindenfélét kell csinálni. Tehát egy mindig, ha így hasonlatokat akartunk keresni, akkor mindig egy ilyen körzeti orvos, vagy egy református lelkész jut az eszembe. Tehát, hogy mondjuk a körzeti orvosnak, ha jön a Mari néni, hogy be kell kötni a lábát, akkor bekötöm a lábát, tehát tervezünk kerítést is. De van olyan is, amikor egy súlyos beteggel nagyon komolyan, nagy szellemi munkával, sok energiával kell foglalkozni, tehát építettünk több milliárd forintért művelődési házat is. Egészen széles a paletta, és nagyon kicsi az esély arra, hogy az ember specializálódjon mondjuk társasházra, vagy családjázra, vagy tornacsarnokra, vagy mit tudom én. Ez egyrészt szép, tehát egy ilyen, ez a széles paletta, másrészt meg nehéz, mert ha az ember rááll valamire, akkor azt már egy csomó dolgot már rutinból tud csinálni. Itt nem, itt mindent. Mindig amikor már azt hiszük, hogy valamihez értünk, akkor a következő feladatunk az valami tök más lesz. Évfolyamtársak voltunk Árpival. Az egyetemre még be se léptünk, de már tudtuk, hogy van visegrádi tábor. És egészen 94-ig, amíg a lányunk megszületett, addig kötöttünk ide ez a körhöz. Ez egy hihetetlen szép folyamat volt, vagy egy felívelő és egy ilyen elmúló történet, tehát egy élő történet. Én szolnoki vagyok, így több száz éve, tehát ilyen 300 éve vagyok szolnoki. Így a poénkodok, mint a kis szellem, tehát hogy néha így felébredek és körülnézek a városomban pár évtizedenként, vagy mint egy mesében. Hát ugye vándoriskolásként kerültünk Szolnokra, és a Deák Laci volt a mesterünk, és ott hirtelen egyszer csak valahogy úgy alakult a helyzet, hogy valahogy a Laci már nem tudott tovább alkalmazni. És amikor a második gyerek is megszületett, akkor egyszer csak ott találtuk magunkat, hogy ott vagyunk Szolnokon, de már ugye a munkalehetőség nincs, és nem nagyon volt más lehetőségünk. Volt egy 20 éves R4-esünk, azt eladtuk, nem is tudom, 30 ezer forintért, és akkor abból csináltunk egy céget. És akkor a régi mestereim, a Sáros Laci, a Salamén Feri segített, hogy egyáltalán munkához jussunk, nem Szolnokon kezdtünk dolgozni. És akkor szépen lassan így beívódtunk ott a városnak, ők kezdtek megismerni, és akkor már kaptunk munkákat. A művésztelep az egy országos nyílt pályázat volt, és azt mi megnyertük. Azért érdekes talán a történet, mert ez 2001-ben csináltuk a pályázatot, vagy lehet, hogy 2000-ben, és akkor abból a koncepcióból, amit a pályázatban felvázoltunk, annak csak egy töredéke valósult meg. De az legalább megvalósult. 15 évvel később megkerestek bennünket, hogy folytatni kéne, és most gyakorlatilag 2021-et írunk, most tűzték ki a Bástya sétánynak a nyomvonalát, az most kb. 5 éve dolgozunk ezen. Tehát gyakorlatilag azt, amit 2001-ben elkezdtük, azt szép lassan most kezdjük el befejezni. Jövőre már fog látszódni belőle valami. Mi a saját személyiségünket, vagy azt a világlátást, amit mi mondjuk ürületes meggyőződéssel képviselünk, azt így nagyon határozottan bele akarnánk tenni
ebbe a városba. Az egy kicsit olyan lenne, mint amikor az ember egy ilyen antibiotikummal gyógyít egy megfázást. És ezzel szemben van egy másik, ami kicsit inkább hasonlít mondjuk egy ilyen homeopatikus megközelítéshez, ami az, amikor van egy olyan szerem, amiben már gyakorlatilag hatóanyag nincs is, csak információ, és ez az anyag ugye belekerül a szervezetbe, beépül, olyanná válik, mint a szervezet, és egy icipici információt ad ahhoz, hogy egy kicsit a saját maga, a szervezet maga meg tudja magát gyógyítani. És mi inkább ezt a vonalat szeretnénk képviselni. Tehát nem nagy gesztusokkal, nem nagy erővel, hanem mindig valami más csinálunk mindig, egyébként még így is kiverjük a biztosítékot az összes munkánkkal, de csak annyira, hogy utána tényleg megváltozik valami, és ezt megéljük, ezeket a változásokat, tényleg ez komoly. Tiszaparton ott sok házunk áll, van egy századfordulós épület, Rerich Béla tervezte, egy iskola, annak a felújítása. Eléggé hozzányúltunk, főleg ezzel a mentalitással, tehát rendbe tettük. Az egy fontos ház, mert abban az osztályteremben kezdtem tanulni, ahol a nagymamám is elsős volt, és a hársfák a ház mellett, akkor ültették a hársfákat, amikor ő kislány volt. Ez egy... Tehát ez is a folytonosság. Igen, a magám mitológia része, mellett a Szentháromság templom felújítása, a kolostor felújítás, óvoda, kollégákkal együtt terveztük, ami kicsit ilyen vonalasabb, vagy modernebb épület, azt több kollégával együtt terveztük. Tisza mozi bővítése, az egy kedves épület nekem. Az az épület volt 2005-ben, mikor azt éreztem, hogy akkor most mégse költözünk ezt Szolnokról. Ez egy fontos gesztus volt. Van egy pár családi ház, a Tabánban van három. Szóval mi vándoriskolásként sokféle városba jártunk, éltünk is ott, és tényleg az a helyzet, hogy kirándulóként vagy turistaként nem lehet egy város megismerni. Hogy bele lehet szagolni, hogy lehet egy benyomása az emberről, de ahhoz ott kell érni egy-két-három évig, hogy az az élőlény úgy megmutassa valójában magát. És szerintem, hogyha mindent figyelembe veszünk, azért nem rosszabb, mint a többi város, amiket sikerült nekünk megmutatni. Kicsit más, kicsit zárkózottabb, kicsit karcosabb, barátságtalanabb néhol, de ez betudható annak, hogy milyen volt a múltja.